Köszöntöm a nézőket! A Pest megyei kosárlabda bajnokság immár 8. fordulójához érkezett. A ma este folyamán a Domi kosár esze a Szászhalombatta gárdáját fogadja 19:30-tól, itt Gödöllőn, a Domjanics általános iskola sportcsarnokában. A hátam mögött már zajlik egy sajtótájékoztató ezen mérkőzés apropóján, ahova nagy megtiszteltetésként nekünk is bebocsátásunk van kameránkkal, hiszen itt csak a újságírók vehetnek részt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ne is késlekedjük tovább, hallgassuk meg Győri Kristóf szavait, gondolatait a jövővel, a múlttal, illetve a mai mérkőzéssel kapcsolatosan. Hogyan értékeli az eddigi botladozásokat? Hiszen a bajnokságot, ha jól tudom, veretlenül szerették volna megnyerni. Hát tulajdonképpen nagyon el vagyunk keseredve, vagy inkább azt mondanám, hogy nem vagyunk boldogok, hiszen ez a három vereség ugye eddig mondjuk minden idényben beszaladt, csak hát most túl korán jött, és azt kell mondjam, hogy eléggé elkeserítő a helyzet, hiszen a játékos keretünk egy kicsit legyengült, hiszen három darab játékosunk, meghatározó játékosunk is sérült most már. Következő. Mivel önmagától, az utóbbi hetek jó formája után? Nagyon jó kérdés, hogy mit várok magamtól. Én igazából nem magamtól várok, én most a csapattól is várok, tehát itt most, hogy így 7-8-an jó esetben össze tudunk jönni, és így tudunk leülni egy mérkőzésre három cserével a padon, ez sajnos nagyon kevés. Én azt gondolom, hogy igen, hát az utóbbi időben viszonylag tényleg jó formában voltam. Én remélem, hogy ez most ki fog tartani. Nagyon bízom benne, hogy ezzel én azt tudom segíteni a csapatot. Sajnos ugye az előző mérkőzésen hiába toltuk a szekeret, nagyon egy kétszer hosszabbítás után vereséget szenvedtünk. Én most azt gondolom tényleg, hogy a csapatnak kell igazából ott lennie. Igen. Mit gondol, van esélye a bajnoki cím megvédésére ezek után az eredmények után? Van. Tehát ameddig nincs vége a bajnokságnak, ugye értelemszerűen addig van esély persze a bajnoki címvédésre. Mindent elkövetünk ennek érdekében, ugye most van itt egy alapszakasz, következik utána egy rájátszás, azt meg ugye mindenki tudja, hogy a rájátszásban bármi lehet. Tudom, hogy nem szeret jósolgatni, de igen. Ligában rosszabb pozíciót elfoglaló Szászhalombatta ellen, mit vár a csapatától, mi lesz ma este? Nyerni fogunk, ez nem kérdés. Tehát mindent megteszünk ennek érdekében, a csapat is küzdeni fog, úgyhogy nem csak fogadkozunk, hanem cselekszünk is, remélem. Más nem tudok erre mondani. Úgyhogy hajrá, Dami! A feldobás után a Domi kosár házigazdához méltó udvariassággal adta át a lehetőséget a battaiaknak a kezdeményezése. Ők nem is voltak hálátlanok, hiszen egy szerzett labdával le is rohanták a hazaiakat, akik a kezdeti sokból lassan és nehezen ébredtek. A vendégek kényük kedvük szerint értek el kosarakat, hol triplát, hol pedig középtávoli tempót. A pirosmezeseket talán a kihívás motiválta, ugyanis látványos eladott labdákkal 11 pontos hátrányt fűzöttek össze maguknak, már az első negyed derekán, majd jött egy időkérés, és megváltozott minden. A védekezés szigorodott, a hátrány előnyé vált. Erről is szólt Győri Kristóf a Facebookon. Mi a véleménye az eddigi teljesítményről a csapatnak? Hát nem vagyok maradéktalanul elégedett, az első negyedet a falóban nagyon elbabráltuk. A második negyedben tényleg összekapcsolom, hogy egy kicsit Krisztián itt a végén most két buta partot beütött, de szerintem ennek nem lesz hatása a második félidőre. Reméljük a legjobbakat. Így a második félidőben nem csak remélték, hanem tették is a legjobbjukat. Szicszert dobtak, lepattanót szedtek, és növelték az előnyt 66-51-ig, amikor megszólalt a mérkőzés végét jelző 3-as sípszó. Kristóf így értékelt. Mi a véleménye a meccsről? Hát remek mérkőzésen vagyunk túl, az első negyedet leszámítva, én azt gondolom, hogy remekül abszolváltuk a mérkőzést, 66-51-re sikerült megnyernünk. Center társammal mondhatni, hogy hoztuk a pontok zömét, úgyhogy egy nagyon jó mérkőzés volt, most egy kicsit azért a hátam, hogy úgy mondjam, megnyaklott, nagyon fáj.
Hát igen, a az többiek, a 23 pont. A csapatként nagyon szépen működtünk, és remekül, azt gondolom, hogy remekül védekezve hoztuk a mérkőzést.